Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Mai műsorunk legérdekesebb darabja ez a Hyundai Sonata lesz, amelyet ezúttal 2 literes 140 lóerős 350 Nm nyomatékú dízel motorral tesztelünk majd. De sok más egyéb érdekessége is várom Önöket. Tartsak velünk ezúttal is, higgyék el, nem bánják meg. Ha nem lenne itt ez a hatalmas H betű a hűtőrács közepén, akkor akár egy régebbi A6-osnak is nézhetnénk ezt az autót, amely azonban a Hyundai Sonata. Egy hatalmas, nagyméretű, elegánsra sikeredett autó, amelynek ezúttal egy 2 literes dízelmotor dohog itt a motorház teteje alatt, mely 140 lóerő teljesítményű és 350 Nm nyomatékkal, a hadsebességes váltó segítségével egészen jó tempóra, akár 200 feletti végsebességre is képes, 10 másodperc közeli a gyorsulása 100-ra, és akár 8 liter gázolajjal is el lehet vele autózgatni 160-as autópálya tempónál is. Ez köszönhető többek között az áramvonalas formának, mint mondtam, egy előző generációs Audi A6-osra, picit talán még az Opel Omegára is emlékeztet a formája, de mindegyiknél nagyobb, szerintem így külső méretre ránézése mindenféleképpen, eleganciája pedig vetekszik azokkal, hiszen hogyha bepillantunk az autó belsejébe, ott is minőségi anyagokat láthatunk, kényelmes foteleket, nagyon jó kézreálló kezelőszerveket, és még ez a bizonyos műfa berakás is egészen eredetinek tűnik, és egy nagyon kellemes ez a világos belső tér az autó külsejéhez képest. Hogyha a hátsó ajtón közelítjük meg a hátsó sort, ott is láthatják, hogy eléggé kényelmes fotelek fogadják az utast, tehát ez 5 személynek mindenféleképpen teljes értékű autó, és a hátsó rész eleganciájáról pedig azt hiszem mindannyiunk számára a Lexus némely modellje juthat eszünkbe, és egy ugyancsak hatalmas csomagtér az, ami ez alatt az ajtó alatt lakozik, közel 500 literes, és eléggé mélyen nyúlik a hátsó üléseknek. Nem egy rossz autó ez a Hyundai Sonata, bár nem igazán városi, főképp nem belvárosi autó, hiszen nem mozgékonyságáról híres, már méreteinél fogva sem. Viszont az országutak tengerjáró hajójaként akár apostrofálhatjuk, hiszen egy hatalmas hajó eleganciájával és hullám simító képességével siklik. Főképp autópálya van elemében, de országúti forgalomban is teljesen jól hasznosítható az a fajta utazási kényelem, ami ebben az autóban fogadja az embert, hiszen kényelmes, komfortos ülések, némi kis fa, műfa berakás, hatalmas bőrbevonatú malomkerék kormány, hadsebességes váltó, ami az autópályán különösen gazdaságossá teszi a közlekedést, 160-as folyamatos tempónál sem fogyasztott 8,5 liternél többet a gázolajból, ami köszönhető nyilván a remek 2 literes 140 lóerős 305 Nm nyomatékű motornak is, ami, ha belegondolunk, akkor különösen jó adat, mármint ez a 8,5 literes fogyasztás 160-nál, hogyha figyelembe veszük, hogy egy másfél tonna körüli ősúlyú autóról van szó, amit azért megindítani, meglódítani sem egyszerű feladat. Ezen a téren vannak is bizonyos nehézségek, vagy hiányosságok, vagy olyan érzet az embernek, hogy hát egy kicsit teherautósan indul meg az autó, de aztán a lendületben van, akkor valóban egy hangtalan, egy luxus hajó eleganciával siklik, és ilyen értelemben mindenféleképpen reális alternatívája az első középkategóriás konkurenciának, legyen az akár német, akár japán gyártmány bármelyikének, miközben árában jó néhány millió forinttal olcsóbb, hiszen 6.200.000 körüli alapárról, illetve ennél a jó felszereltségű változatnál is egy 7 milliót nem meghaladó összköltségről beszélhetünk, és ez egy ilyen kategóriájú autónál mindenféleképpen jónak számít. Ismerős ez a mozdulat? Néhány évtizeddel ezelőtt gyakorolhattuk, vagy
mondjuk, hogy néhány évvel ezelőtt kopott ki az utolsó autóból is a kazettás magnó lejátszó. Nos, a Hyundai Sonatában ez is van. Hozzáteszem, nagyon fontos, hogy elmondjam, hogy ez is van. Ugyanis CD játszó is van, természetesen a különböző rádióállomásokat fogni képes kitűnő rádió mellett. Úgyhogy egy mindenes autó, minden zene lejátszására képes autó, amelynek műszerfala inkább a klasszikus értékeket idézi. Ez a hifi egység is ugye ilyen amerikaias, nagygombos, kéttekerőgombos megoldás. Ha lefele kúszunk, ugye a japánoktól örökölt koreai jellegzetesség, a digitális óra ott van középen, és hát itt van a remek digitalizált klíma állítás lehetősége is mindenféle módokon, tekerőgombbal, némi nyomógomb segítséggel haladta egy kis tárolóvek, ez nem is olyan kicsi, 2-3 igazolvány elfér benne, és az egyik legfőbb érték az autónak a faberakásos borítás közepéből ágaskodó váltó, amely 6 sebességes és nagyon gazdaságos üzemeltetést tesz lehetővé, hiszen alacsony fordulatszámnál is, nagyjából a 3000-es fordulatnál lehet vele haladni. 160-as tempónál 3500 kell ahhoz, hogy 180-nal haladjunk, és hogyha 4000-es fordulatot elérjük, akkor akár 200 fölé is hajszolhatjuk az autót, de nem ez az ő igazi világa, inkább ez a 160-as kényelmes utazó tempó, amennyire, amit már mondtam, 8,5 litert fogyaszt az autó, és itt ezt láthatjuk is mindjárt a műszerfal közepén, illetve a nagy analóg sebességmérő óra közepén levő board computer vagy trip computer, ugye ott van 8,7-et mutat, hát ebben már egy kis városi menet is van. Egyébként ez az egyik kritizálható pontja is az autónak, vagy a műszerezettségnek, még egyszer, ha visszamegyünk oda a műszerfalra, hogy alig látható módon nem csak a kamera számára néz, hanem az ujjamat nézik, egy a kormány mögé eldugott gombbal, illetve két gombbal lehet kapcsolgatni a komputer funkcióit, illetve lenullázni, ami hát egy kicsit bonyolult feladat, főleg éjszaka a sötétben tapogatózni, miközben az ember halad az országúton. Egyébként maga a kormány az már egy igazán veretes, bőrbevonatú, kényelmes kormányzást lehetővé tevő dolog. 3 fölött van jó, szerintem 3,5 körül lehet a körbefordítása teljes értéket tekintve, ami egy valóban amerikaias dolog, meg az is, hogy persze rajta az összes funkció. Nagyon kellemesen, jól kezelhető autó egyébként, tényleg rezzenéstelenül siklik mindenféle útegyenetlenségen. Egy picit ugye ez a hátrány is, hogy ilyen amerikai piacra célzott autók esetében már ez egy visszatérő kritika, ugye, hogy túlzottan lágy a rugózás. Én túlzottan lágynak nem nevezném, de feltétlenül vagy kétségtelenül az igaz, hogy egy kis kanyardőlés van, oldalszél érzékenység van, tehát az nem egy feszes, németes vagy japános sportos autóról van szó, már a futóművet tekintve, de nem is cél ez, ez egy kicsit konzervatívabb, mondjuk egy középkorú cégvezető vagy családapa számára ideálisnak mondható autó, aminek egészen másfajta értékei vannak, mint a pörgősebb többi márkának.